harmadik meccsed lesz itt a világbajnokságon, egy vereség a kazahoktól, egy győzelem az ukránoktól, ez a mérleged. Igen. Mivel kellene folytatni? A döntetlen sem rossz most. Igen, nem rossz, de nagyon szeretném, hogy a magyarok megnyerjék ezt a mérkőzést. Ugye tudjuk, hogy teltház lesz, nagyon sokan kilátogattak Magyarországról, és bízom benne, hogy nagyon jó hangulat lesz. Már most érezhető az, hogy mennyi magyar itt van egy másfél órával a meccs előtt, és itt a stadion előtt szurkolnak, és nagyon várják a meccset. Mint élsportoló, át tudod élni, vagy bele tudod magad élni egy ilyen helyzetbe? Át tud futni az agyadon az, hogy milyen lehet most a srácoknak ott az öltözőben? Persze, biztos, hogy megvan az egészséges druk a játékosokban, de az, hogy kijönnek és látják, hogy ennyien itt várják őket és biztatják őket, ez biztos, hogy nagyon jó érzés lehet nekik. Mernél tippelni? Mondanál egy végeredményt? Természetesen magyar győzelemre számítok, és mi nagyon sokat beszélgettünk az öltözőbe, a Vizsla öltözőbe a csapattársaimmal, és ők azt mondják, hogy lengyelek fognak feljutni az első ligába. Én bízom benne, hogy mi nyerjük meg ezt a mérkőzést.